Nem kellett várni sokat az első gólra, 2 perc sem telt még el, amikor Molnár csapott le egy gyirmóti paszra, a jobb hátvéd kiválóan szöktette a kilépő Tóth Lászlót, a szolnoki csatár pedig úgy bombázott a léc alá, hogy a vendége kapusának esélye sem volt a hárításra, 1-0. A folytatásban is inkább a hazaiak voltak aktívabbak, helyzeteket is kialakítottak, de góllát csak később érett a fölény. A 19. percben Tóth László kanyarított be szögletet, Horgosi tovább csúsztatta a labdát, Balogh Miklós pedig a hálóba küldte. 2-0. Az első félidő fele sem telt el, és már is 2 gólos volt a szolnoki előny. A gyirmótiak nem kerültek helyzetbe, a MÁV kontrollálta a játékot. A második félidőben, a 65. percben megfogyatkozott a vendégcsapat. A második sárga lapját begyűjtő Varga Péternek a játékvezető felmutatta a pirosat. A Szolnok ezután többször is eldönthette volna a meccset, de a befejezés hibázott. A 72. percben viszont nem. Tóth László ugratta ki Olasz Dénest, aki még a kapussal szemben is bemutatott egy higgadcsát, és úgy gurított a kapuba. 3-0. A látogató a bekapott gól után gyorsan betalált, Nagy Patrik lőtte ki a hosszút, de ez csupán szépségtapasz lehetett a gyirmótnak. A hosszabbítás perceiben tovább növelhette volna előnyét a Szolnok, de a Jasarevics buktatásáért megítélt büntetőt Tóth László kihagyta, így maradt a 3-1, ez lett a végeredmény. Először alatt találtunk a kaput 75. vagy 7. percben, ha is gól volt, azt is sokat mondt, és ha szív nélkül nem játszott, Nem játsznak gyerekek a pályán, ha nem hattok ott a szívet, akkor az így néz ki. Hazai csapat, azt tetszett nekem, mert ott hatta a szívet, mentek és akartak nyerni, jobban akartak nyerni, mint mink. Gratulálunk a csapatunknak, mert a múltkori pofon után bebizonyították azt, hogy igenis talpra tudnak állni. Mai mérkőzés legfontosabb tényezője az volt, hogy itthon tartsuk a 3 pontot. Nagyban befolyásolta, meg meghatározta úgy gondolom a korai gól, és utána rárúgtuk a másodikat. Ez nagyon nagy erőt adott a csapatnak, szerintem végig nagy elánnal, nagy szívvel játszottunk. A Szolnok győzelmével a 3. helyen áll, míg a gyirmót visszacsúszott a 10. helyre.